Sziasztok, én Peti vagyok, és ez itt az LHF, ez pedig a Spyro the Dragon végigjátszásunknak a következő része, amiben elkezdjük a Dreamweavers világot teljesíteni. Ez itt a otthon világ, home, 300 értékű kincset kell összegyűjteni, és 3 darab sárkányt pedig kiszabadítani, és ahogy látjátok, elég magasan vagyunk, úgyhogy nem szabad leesni, és onnan középről pedig ide lőttek, és átváltoztatták ezeket a fickókat. Úgyhogy, hát csak erre tudok tovább menni, de ez nem is baj. Hiszen amikor egyszerűen tudok tovább haladni, akkor egyszerűen meg tudok mutatni mindent és összegyűjteni. De lesznek itt bizonyára érdekes pályák úgy, ahogy eddig is voltak, és megszokhattuk. Nézzük akkor itt az első egyik pálya, Dark Passage. Majd ide visszajövünk és majd innen kezdjük, de az egy következő videóban lesz. És akkor itt, itt majd tovább lehet majd haladni, ebbe az örvény. Majd az örvény elvisz minket, na. Mit utogatol? Nem utogass. Én meg le ne essek, igaz? Jó, nem fogok. Hanem itt összegyűjtöm ezt a 3 egy pontos kincset, és akkor megyek is ezzel az örvénnyel. Méghozzá, hova repít? Aha, jó, ide elrepít minket, így szépen. Jó. És ti pedig, szerintem ti túl nagyok vagytok hozzám. Úgyhogy jöjjünk először erre. Négy. Jobbra, balra, vagy ide, itt a jobbra, az meg a balra. Ahol mondjuk, mint Zsófi, nem tudom az irányokat. De én tudom, és Zsófi is tudja. Azt meggyújtjuk, azt a tizi játékot. Jöhet, úgy bizony. Benne van a kincs, ami nincs, vagy van. És itt az első sárkányunk, aki nem más, mint Latif. Welcome to the Dreamweavers, young one. While chasing Nasty's minions in this world, you must expect the unexpected and prepare for what is not there. Micsoda misztikus leírás volt ez. Nincs ott, ott van. A várhatatlanra is számít, csak azt mondja, kiszámítod. Micsoda? És itt a következő pálya. Lofty Castle. Kastély. Ja, majd beveszik azt a kastélyt is. De előtte még, már látom is, hogy hol kell lesz majd elhagyni ezt a világot. Ott van bizony a léghajós. De előtte még sok mindent kell csinálnunk. Erre itt, ott fölfelé egy másik helyről lehet majd eljutni, vagy fölfele. Aha, jó. De akkor itt most csak ennyi volt. És akkor lehet, hogy csak de... jó, arra tovább megyek, mert oda nem tudok menni. Viszont, na, kicsik. Jó, amikor kicsik, akkor neki megyünk és annyi nekik. Mielőtt pedig arra tovább haladok még, benézek, akkor itt lehet oda följutni? Megnézzük. Itt egy másik pálya. Jacques! Ő lesz a főellenség. Nagyon úgy tűnik a nevéből. És itt a légballonos. Arra pedig, nem, akkor egy másik egy. Ja, hát ott volt az a két figura, aki ott őrzött egy bejáratot, majd az vezet oda. Innen pedig átsiklunk ide. Jó. Mit legyezel? Két ujjas kapitány. Jó. Egy újabb örvény. De előtt a kincseket összeszedjük. Igen. És akkor jöhetünk be. Menjünk egy másikba. Egymás után jönnek itt. Ez az. Ide középre. Jaj, lenne lőj. Le akarsz lőni? Ne bánts. Miért bántol? Nézzük, körketézünk. Jó, de megvan. Ez a lényeg. Na és akkor ezzel a fegyverrel lövöldöztél. Akkor én most kipróbálom. Ha ide állok, akkor ki lehet próbálni. Oda szeretném fordítani. De ahhoz itt kell megtolni egy kicsit. Így? Jó lesz ez. Így nyomok egy lövést. Az csak az egyik. Vissza kell fordítani egy kicsit. Így? Jó. És megvan a másik is. Na nézzük még kik vannak még itt erre. A sárkány ezt nem kell bántani. Ott van még egy nagy. Látjátok? Együtt gyorsan lelőjük. Kész. Meg is megvan. Akkor most pedig ezt a sárkányt szabadítjuk ki. Ő pedig nem más, mint Zikomo. Mik ezek a nevek? Hello, Spyro. Nicely done. I'll be done when I've toasted that nasty Nork. Bizonyám, ha nasty Norkot elkapjuk, na akkor leszünk készen igazán. Na és akkor itt ide,
Jövök tovább. Ez mi volt? És még meg is maradt az életem. De jó. Akkor most így megfújjuk. Ja, és akkor ott kezdtük. Az volt a hely, ahol elindultunk kalandozni. De erre még itt lesznek kincsek. Ahogy látom. És egy pálya is. Ez pedig a hant. Kísérteti árkatornyok. Hú, és... Szia! Hó! Te nem félsz előle? Úgy tűnik. De ő nem is bántott, várjál csak. Ő vele mit lehet csinálni? Hát ez nem volt jó. Nem baj, még jó, hogy visszajöttem, hiszen itt volt. Tehát ezek a ládák. Ebben vannak még kincsek. Akkor te mit csinálsz? Egy óra. Ja, értem. Gyorsan. Nem áll most komolyan. Elvesztem Sparksot. Mit csinálni? Na jól van. Megmondom, mi lesz. Visszaszerezzük Sparksot. Igen, itt vannak ezek a kis gombák. Így, biztonságosan. És akkor felszedjük ezt a három kincset. Így, és most elkapjuk azt a... azt a kötekedő alakot. Hasonlít arra a figurára, akik menekülnek mindig. Hatojástól vagyok. Ez egy másik fajta trükk. Egy óra igazából, úgy tűnik. Ez volt 2-5-ös. Még jó, hogy nem hagytam itt. Na, mögötte van valami? Nincs, jó. Most már téged itt hagylak, mert azt csinálsz, amit akarsz. Én kiszabadítom a harmadik sárkányt. Mazid! The fools you see in this world are invincible. But that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. Hát most mondta el a sárkány, hogy őket azért nyugodtan meg lehet támadni. És akkor az hasznos lesz számunkra. Igen, mert ott volt egy kincs is és egy élet is. Ja, és akkor most pedig... Hát igen, visszakerülünk teljesen ide. De még nem vagyunk készen. Kincsek még nincsenek meg. De én már tudom, hogy hol maradtak. Ott. Ott maradt kettő, csak nem tudtam. Nem tudtam egyszerre két irányba menni, úgyhogy elindultam erre, és most pedig akkor oda megyek és megnézzük, hogy ott mit találok. Nézzük. Itt ez a két... 10-es volt náluk. Ez jó. Akkor feljönk a lépcsőn. Most pedig majd el tudunk jutni oda. Egy másik pályához. És megint itt vannak azok a kis bolondok. Hogy bolondoznak itt, szaladgálnak. Egy élet csak így nyugodtan itt van. Oké. Na, akkor kapjuk el őket. Egyik megvan. Másik megvan. Jó, akkor ide felugrok. Talán ide. Ez így jó lesz. Most nem olyan hamar járt le az óra. Az előbb egész hamar volt. Éppen, hogy volt időm arra, hogy ráugorjak arra a platform. De most volt időm. És itt egészen bőkezű volt ez a tűzi játék. Na, jöhetnek a kincsek. És itt van egy pálya még. Ez az Icy Flight. A jeges repülés. Kíváncsi leszek. És meg is van 300/300, és a három sárkány is megvan, tehát végeztünk az álomszövő birodalom otthonvilágával, és akkor elmegyek ahhoz a pályához, amit a következő videóban fogtok látni, az pedig majd ott lesz, az nem más, mint a, hát ezzel találkoztunk először, ez pedig nem más, mint a Dark Passage, találkozunk legközelebb.